ahogy azt már nem egyszer elmondtam, rengeteg tartalmat láttunk 2023-ban a szörnyek világából. Többek között egy animációs széren részesei lehetünk a Legendary Pictures és a Netflix együttműködésével, amely a Koponya sziget címet viseli. Továbbá a látványos, de semmit mondó Godzilla Minus Van nevű alkotást is láthattuk, és fontos megjegyezni, hogy a film nem részese a monsterverse Az Apple TV Pluszon pedig november 17-én dupla epizóddal elindult a Monárk a szörnyek hagyaték a sorozat, amely összesen tíz részt élte meg, és a készítők a sikernek köszönhetően már a második évadról is beszéltek, és az első évad pár napja január 11-én véget is ért, úgyhogy megnézzük, hogy valójában mennyire nevezhető sikeresnek a széria. A cselekmény szerint két testvér apjuk nyomnyodokaiba lép, hogy felfedik családjuk kapcsolatát a monárk nevű titkos szervezettel. A nyomok a szörnyek világába vezetik őket, és végül a nyúl üregébe lísó katonatiszthez. A történet az 1950-es években és fél évszázaddal később játszódik, ahol a monárkot fenyegeti az, amit só tud. A drámai történet, amely három generáción ível, feltárja az eltemetett titkokat és azt, hogy az epikus világrengető események milyen módon hatnak vissza az életünkre. Fontos azt leszök ez, ha nem látátok a sorozatot és kíváncsiak vagytok a véleményemre, akkor mindenképp nézzétek először meg, ugyanis spoileres lesz. Fontos továbbá azt is megjegyezni, hogy a sorozat nem a szörnyek harcáról, megjelenésükről szól, hanem a hagyatékukról, ez benne is van a címbe, és az azt követő nyomozásról. És sok ok néző lehet, hogy félreérti a szériát, és tényleg nagy, grandiózus összecsapásokat vár Godzilla és a többi kádjuk között, azonban nem ezt mutatja be nekünk a sorozat, szóval ezt jó, hogyha megjegyzitek, vagy mielőtt nekiálltok a sorozatnak, ezt jó, hogyha tisztába rakjátok magatokkal, és persze ez nem azt jelenti, hogy egyetlen egy titán se tűnne fel, hiszen páran azért veszélyeztetik őseink életét. Többek között az első rész folyamán még a Koponya szigetem egy óriási pókkal ismerkedhetünk meg, majd pedig godzilla is újra találkozunk, aki egyébként a legtöbbször látható részek folyamán. Továbbá két sárkány, egy óriás rák és meg számtalan lényvető szemügyre, amely nagyon sokat hozzá tudott adni egyébként az epizódokhoz sőt még Kong is beköszönt a fináléban a szörnyek hagyaték a számos ponton köti össze Szörnyverzum különböző filmeit, mivel a franchise beindító a 2014-ben bemutatott Godzilla történése után veszi fel a fonalat, és több általunk már jól ismert karakterek gyermekeivel is megismerkedhetünk. A szereplők nagy része mint fiatal, két Kentaro és méről van szó. A trió céljai megtalálják két és kentáró eltűnt apját Hiroshit, aki a nagy szerepet, aki nagy szerepet töltött be a rejtélyes monárknál. Az úgynevezett nyomozás során a fiatal kis csapat találkozik aki korábban a testvérpár nagymamájával kutatta a titánokat. Szóval a sorozat két idősíkon játszódik, amelyek közül az egyik ez volt, illetve a másik az 1940-es, illetve 50-es években kezdődik el, ahol megismerkedhetünk a fiatal Lee-vel, Hiroshi anyjával, Keikoval és Bill Randával. Az események során rengeteg fordulat és drámai pillanat történik szereplőink életében, amiket pazarul vezet fel a sorozat, és tényleg csak alig várjuk a sorozat közben, hogy az adott információk kiderüljenek, hogy még többet megtudjunk a karakterekről és múltjukról, azonban jóból is megártasok. A szörnyes produktumoknál nagymértékben jellemző az, hogy a karakterek teljesen jelentéktelennek bizonyosulnak, és csak a történet töltelékeiként szolgálnak eme széria kapcsán ez merőben más irányt vett, és sokkal fontosabb, komolyabb szerepeket kaptak az emberi figurák, és nem csak a szörnyeken volt a hangsúly. Ez a pozitívumok sorát erősíti, azonban néhol már túl sok volt a visszaemlékezés és a folytori családi veszekedés. Még jobban működhetett volna, ha ezeknek a számát visszaveszik, és a tényleges konfliktusra fókuszálnak, és több energiát fektetnek be a nyomozás bemutatására. A színészekre egy szavunk nem lett, mind a választás és a teljesítmény terén a nagy részük remekelt, külön kiemelendő a Russell-família, mert apja és fia ugyanazt a karaktert formálták meg. A készítőktől ez egy pazarózás volt tényleg, viat Russell-te át a fiú, értelemszerűen a fiatalabb lísót, apja pedig kört Russell az idősebb formáját töltötte magára. A két színész hihetetlen, hogy mennyire hasonlítanak egymásra, le se hogy egy családból származnak, a többi színészre sem lehet panaszunk, egyedül egy-két szerepre, amely közt volt borzasztóan idegesítő. Főleg a fiatal karakterek azon tulajdonságaik, amikor mindent jobban tudnak a nála idősebbeknél, és az idősebbek rájuk is hallgatnak, amikor azt nagyon nem kéne, mert bajba fognak sodródni. Ez leginkább Anna Szávái szerepére volt igaz, de még ide lehetne sorolni mély karakterét, akit Kirsi Klemons formált meg. És egyáltalán nem ez lesz a legjobb darab a szörnyverzumban, mivel sokszor érezhető hogy túl van nyújtva a történet, minden kis apró hülyeségre ki akarnak térni, és a karakterek a, hát a kelletén többször válnak idegesítővé. Persze, valamikor indokolt lenne ez, de ez már nagyon-nagyon sok volt, és az, hogy mi várhat ránk a jövőben, az egy nagyon jó kérdés. A készítők már pedzegetik a folytatást, ahogy ugye a videó elején is említettem, és az utolsó epizód is elrenget következtetni minket, hogy bizony nem ez volt az utolsó évad a szériában, úgyhogy érdekes lesz, hogy mi vár ránk. Szóval összességben a monárka szörnyek hagyatéka egyáltalán nem nevezhető hibátlannak, viszont a szörnverzum egy érdekes részét mutatta be, amely a későbbi tartalmak során akár kulcsfontosságú is lehet. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a hogy ha már láttátok, addig is like, feliratkozás, megosztás, szuperközi csatornatagság, legközelebb találkozunk, szevasztok!